Sziasztok, én Norbi vagyok, és ez a Beanie Specialty kávézással foglalkozó videócsatorna. Ez most egy villámadás lesz, aminek az apropója egy programbejelentés. Méghozzá az október 26-án megrendezésre kerülő első magyar Commandante kávékészítő verseny. Az esemény a Hüggében lesz megrendezve, ami a Budapesten található Bána. Mi a Bána? Kereskedelmi, kulturális, szórakoztató és vendéglátó centrumban található specialty kávézó és Bengen Dolhusen bemutató terem. Igen. Ezt a kellemes szombati napot meg fogja előzni egy pénteki rendezvény, ahol a Café Kollektív kávéit lehet majd megkóstolni, úgyhogy erre is érdemes megfigyelni. A verseny azért érdekes, mert szemben az Aeropress bajnoksággal vagy más egyéb ilyen házi bajnokságokkal, vagy hát a gyártó által szponzorált és meghirdetett és lebonyolított versenyekhez hasonlóan, itt minden kötött. A versenyzők számára a kávékészítéshez minden eszközt biztosítanak, a vizet is, az őrlőt is, és minden egyéb más, amire szükséged van ahhoz, hogy te részt tudjál venni ezen a versenyen. Ami azért érdekes, mert általában más versenyeken a versenyzők saját maguk által készítik el a vízüket. Most, hogy ez hogy van visszasózva, az majd arról majd talán egy következő adásban fogunk beszélni, mert azért ez egy jóval bonyolultabb téma. Illetve nem annyira bonyolult, csak hogy az ember jobban meg akarja érteni ezeket a dolgokat, akkor azért ez egy, akkor ebből azért érdemesebb mélyebben belemenni. Úgyhogy adott a kávé, adott a víz, adott minden eszköz ahhoz, hogy te versenyezni tudjál, és mindenkinek ugyanezek a feltételek és lehetőségei vannak, tehát ebből esetleg lehet, hogy egy kicsit komolyabb következtetéseket lehet majd levonni, hogy kik az igazán talpra esettek ebben a témában, vagy kik azok, akik a rendelkezésre állási idő alatt a legtöbbet fogják tudni kihozni ezekből az italokból. A másik csavar az, hogy nem elegendő egy darab eszközzel végig turnézni a versenyt, hanem egy kézi filter kávét kell majd elkészíteni kalitával, illetve van egy Aeropress kör. Nyilvánvalóan az Aeropress része miatt annyira talán, hát ez nem igaz, hogy nem izgulok, ez egy verseny, de azért ez a magyar Aeropress bajnokság most elég nagy löketet adott, ami önbizalom terén nem feltétlenül rossz dolog. Meg nagyon sokat tanultam a felkészülés alatt. Talán egyel közelebb állok ahhoz, hogy ne teljesen fogalmatlanul induljak el újra ennek az egésznek, de a kalita az a számomra a nem ismert tartomány, vagy hát talán az az eszköz, amit én annyira nem szeretek használni, mert nem nagyon mélyedtem bele, mert nem nagyon használtam igazából, és amikor használgatom, akkor nem feltétlenül mindig olyan eredmények születnek, mint amire számítok. Úgyhogy itt még azért erősen lesz mit fejlődni. Szóval izgulok nagyon. Az örlő miatt is izgulok, mert nem ezt az örlőt használom, úgyhogy biztos, hogy ugyanúgy, ahogy az Aeropress felkészülésről, erről is fogunk majd remélhetőleg egy kis videósorozatot kidobni, hogy bénzsázunk, vagy nem bénzsázunk, vagy hogyan bugdácsolunk az új örlővel. Szóval ezt az eseményt nagyon várjuk, október 26-a 10 órai kezdet. Tartson ki mindenki ezen a csodálatos hétfőn. Később találkozunk. Ja nem, majdnem elfelejtettem, hogy így a szeptember 28-án, azaz jövő héten szombaton megrendezésre kerülő kávénapja, ami az Aquarium Klubban kerül megrendezésre, és délután 11 órától este 6-ig. Lesz a rendezvény, és hát ez egy kávékóstolgató rendezvény, lesznek érdekes programok, én úgy tudom, hogy egy magyar szálakhoz köthető farmer is be fog mutatkozni a By Beans standján, vagy a By Beans által, vagy a By Beans-en keresztül, ezt nem tudom pontosan, hogy milyen formában, de az aquariumclub.hu-n jobban rá tudtok kukkantani az eseményre, illetve jegyet is tudtok rá vásárolni. Szóval a mai adásban ezekre az eseményekre szerettem volna felhívni a figyelmet, úgyhogy mindenki tartson ki ezen a fantasztikus hétfőn, és fogyasszatok kávét! Sziasztok!
Ja, meg még ugye az van, hogy a következő adásban egy roppant jópofa, egyszerű és olcsó kávékészítő eszközt valaki hív. Fogunk bemutatni. Sziasztok!